Apparhant istvidi meistens Siedlungen im Tal seit 300 Jahren multietnisch. Die ersten deutschen Siedler kamen 1712 nach Ungarn, 1726 nach Apparhant. Im Januar 1945, ein halbes Jahr nachdem die Juden aus dem Tal weggebracht worden waren, kamen die Deutschen als nächsten und sie waren zu Malenkirobot gebracht. Zur gleichen Zeit wurden in den schwäbischen Siedlungen Segler, Menschen aus Siebenbürgen und dann aus dem Oberland angesiedelt. Diese drei Volksgruppen leben noch heute im Tal. Das Ziel der deutschen Selbstverwaltung von Apparhant ist es, lokale Gemeinschaftswerte, religiöse Lebensprogramme, nationale Traditionen zu stärken und Gemeinschaftsinitiativen zu fördern. Die Gemeinde hat im Jahr der nationalen Einheit 220 den schwäbischen Heimatraum geschaffen, dieser regelmäßig von Schulklassen besucht wird. 2019 őszén alakult Apparhanton a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Azzal a célra jött létre, hogy a német kultúra ápolása mellett a helyi különböző népcsoportok, nemzetiségek lakosságát összefogja, és bemutassa azt, hogy hogyan lehet együtt közösen békébe élni, egymás hagyományait, népviseletét, szokásait tiszteletbe tartva. A tájszobát az 2020-ba helyeztük ide. Ez az iskola épületében már meglévő szoba volt. Egy hazánkból kitelepített és visszatelepült néni adományozta a tájszobában lévő bútorokat, eszközöket, textíliákat. Az iskola épületébe volt elhelyezve, csak amikor ott átalakították az iskola épületét, akkor került ide ebbe az IKST épületbe, amit a polgármester asszony a rendelkezésünkre bocsájtott. Hát próbáljuk azóta is egy picit szépíteni. Lennének még a padlásokon nagyon sok régi dolog, amit be lehetne gyűjteni, de sajnos nincs lehetőségünk, nincs tájházunk, nincs kapacitás, ahol ezeket el tudjuk helyezni. Hát az idei évben bővült a szoba két nemzetiségi ruhába öltöztetett babával. Az egyik baba az apari nemzetiségi ruhát visel, míg a másik a hanti hagyományokat őrzi. Mivel ez a település két részből állt, Apparból és Hantból, melyet 40-ben egyesítettek, így lett Apparhant, különböző viseletük, különböző tájszólásuk volt is, és van is a két település résznek még a mai napig. Míg az apariakra jellemzőbb volt inkább a sötétebb tónusú ruhák viselete, és ezek közt is inkább a fekete, addig a hanti részen lakók, azok hordtak világosabbat, drappot, barnát, ott nem volt annyira a fekete népszerű, mint itt az apari részen, ez látszik is a babák ruháján is. Nagyon nehéz ápolni a hagyományokat, mivel nagyon sok a vegyes házasság, konkrétan már német nemzetiségű egyenes ágú család nagyon kevés van a faluba, és hát ezt vesszük észre, hogy a fiatalabb rétegeket, ez már nem is korosztályt nem is annyira érinti meg, mint az idősebb korosztályt, de igazából nem is kimondottan a német hagyományok konkrét ápolását szeretnénk emellett, tehát amellett szeretnénk azt, hogy minden hagyományt ápolni, és összefogva a településen a közösséget építeni. Igazán ez a célunk, ezen keresztül, hogy bemutatjuk a német hagyományokat, és természetesen azokat helyezzük előtérbe, annak az ápolását, de amellett is nagyon jó a viszonyunk a településen élő székelységgel, a roma önkormányzat tagjaival, vannak felvidékiek is, akik szintén szoktak a programjainkhoz kapcsolódni. És igyekszünk olyan programokat létrehozni, vagy olyan programokat rendezni, ahol mindenkit be tudnánk, beszeretnénk vonni. Apparhant több nemzetiségből álló település, és az a célunk, hogy itt a településen mindenkit egymáshoz közelebb hozzunk, minden népcsoportot, ünnepeinket szebbé tegyük, együtt tartsuk, mivel egy település vagyunk, egy csapat vagyunk, együtt kell működnünk, és így tudjuk az emlékeinket megőrizni az utókor számára. Die Einwohner von Apparhant wollen eine Tradition von Veranstaltung schaffen, die das freundliche Zusammenleben verschiedener Nationalitäten symbolisieren und organisieren daher auch dieses Jahr im August den Tag der Nationalitäten. Gleichzeitig legt die lokale deutsche Nationalitätsverwaltung Wert darauf, dass die ethnischen Gruppen ihre kulturellen Unterschiede bewahren.